Szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Országosan elmondhatjuk azt, hogy 2017 az adócsökkentés éve Magyarországon, a bátszolókon pedig 2016 és 2017 is a település fejlesztésének, a város fejlesztésének az éve, hiszen a magyar gazdaság jobban teljesít, ez lehetővé teszi azt, hogy különböző adók csökkenjenek, erről majd még fogok beszélni, illetve támogatások is növekednek, de ami nagyon fontos, és aminek megvan a bátszolókon az aktualitása, hogy 365 millió forintos költséggel egy városi uszoda, tanúszoda fog épülni hamarosan. Az alapkő letételre még ebben a hónapban sor kerül, és az uszoda lehetővé teszi azt, hogy az abátszolók és környező gyermekek igénybe vegyék a szolgáltatást, így megtanuljanak úszni, lehetővé teszi azt, hogy a város lakossága is élvezze a szolgáltatásokat, és ami nagyon fontos, az idegenforgalom számára is egy új lehetőség nyílik. Mindez annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság eredményes volt az elmúlt időszakban, beleértve a mezőgazdaságot is. Növekedett a termelés, több az adóbevétel, és így fejlesztésekre, beruházásokra is több jut. Én különösen ki szeretném emelni azt, hogy a jövő évi költségvetés egyik nyertese az élelmiszergazdaság, hiszen a tej, a baromfi áfája csökken, a tojás áfája úgy szintén 5%-ra a jelenlegi szintről, és az éttermi vendéglátás is lényegesen csökken. Ez lehetővé teszi azt, hogy az emberek többet vásároljanak, többet tudnak költeni, egészséges, jó minőségű magyar élelmiszert tudnak venni. Jelenleg is zajlik például egy tejszív kampány, amely jól látható jelzéssel ellátott magyar tejtermékek vásárlására ösztönöz. A jövő évi költségvetésben fontos az otthonteremtésnek a támogatása, illetve az, hogy a különböző életpályamodellek az oktatásban, egészségügyben, a belügyi rendvédelmi szerveknél lehetővé teszik azt, hogy még több jövedelemhez jussanak az ott dolgozók. Én bízom abban, hogy a mai lakossági fórum itt a bátszolókon is ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, hogy tudjuk tájékoztatni a lakosságot az előttünk álló időszakról, illetve a fejlesztésekről. Köszönöm szépen, és akkor elnök úr és alpolgármester úr az. Én is köszöntöm a sajtó képviselőit, és én, mint a megyei szint, az országos szinthez kapcsolódva, hiszen miniszter úr már elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítményében már olyan tartalékok vannak, ami a fejlesztési lehetőségeket megengedi nekünk. Mi már több mint 2,5 éve egyeztetéseket folytatunk az önkormányzatokkal a területi operatív programokról, ezekről a fejlesztésekről. És nem csak Abátszalókon, és örülök annak, hogy Abátszalókon most egy ilyen fejlesztés lesz, de ez nem csak egy egyedülálló, egy önmagában lévő sziget, ez az uszoda fejlesztés, hanem kapcsolódik azokhoz az területi operatív fejlesztésekhez, amiben már a környező polgármesterekkel és alpolgármester úrral is megegyeztünk. Ezek az infrastruktúrális, gazdasági fejlesztések már folyamatban vannak, vannak olyan pályázatok, amelyek beadásra kerültek, de beadásra kerültek a közlekedési operatív programban, a csapadékvízelvezetés, turisztikai pályázatok előkészítés alatt vannak, egészségügyi fejlesztés, és én azt látom, hogy Abátszalók meglovagolja azt a lehetőséget, azt a konjunktúrát, amit az országban is megmutatkozik, megmutatkozik ebbe a térségbe is. Összefogva és összehangolva a fejlesztési elképzeléseket a szomszédos települések polgármestereivel, a szomszédos települések vállalkozóival, én azt látom, hogy egy olyan láncolat alakul ki itt a Tiszató mellett, amihez Abátszalók is kapcsolódott, tehát Tiszafürettől kezdve Kisköréig, a tó északi részétől a déli részéig összehangolt fejlesztési elképzelések vannak, összehangolt pályázatok, és én azt gondolom, amikor összeadtuk azokat a pályázatokat, amiket már megnyert Abátszalók, amikkel már előkészített, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben nem volt olyan fejlesztés, olyan mértékű fejlesztés, ami az elkövetkező időszakban létre fog jönni. És ez nem köszönhető tényleg semmi egyébnek, csak annak, hogy a magyar gazdaság jobban teljesít, és az itt élő emberek összefognak a kormánnyal, összefognak a lakossággal és a szomszéd településekkel. Én azt gondolom, hogy új korszak kezdődik itt a Tiszató partján, egy új felévelő korszak, és ez szimbólum egy kicsit ez az uszoda is, mert néhány évtizeddel ezelőtt, vagy akár néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy ilyen több százmilliós beruházás ide a Abátszalókra kerülhet, hiszen a gyerekek, akik úszni akartak, vagy nyáron a Tiszába tanultak megúszni, vagy majdnem 50 kilométert kellett utazni a következő úszodáig. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó elképzelés a magyar kormányzattól, hogy olyan fejlesztéseket hoz ide a Tisza mellé, a Tiszató mellé, amit nem csak a gyerekek egészséges fejlődéséhez,
hanem a biztonságához is hozzájárul. Én azt gondolom, hogy ezekkel az összefogásokkal, amit a miniszter úr a kormányzat részéről, a megye és az önkormányzat részéről mutatnak, az példaértékű, és igazából ez a fejlődés jövője. Köszönjük szépen. Tisztelt miniszter úr, elnök úr, köszöntöm én is a sajtó képviselőit. A Bátszalókváros önkormányzata nevében azt az örömömet fejezem ki, hogy a fejlesztéseink egy olyan szakaszba értek, a terveink egy olyan szakaszba értek, ami a megvalósíthatóság küszöbén állnak. Ahogy elnök úr is elmondta, beadtuk a pályázataink egy részét, a többiek pedig előkészítés alatt vannak, és itt állunk egy makett előtt, amelyre már is büszkék vagyunk, és már látjuk azt, hogy ez a fejlesztés pár napon belül, héten belül el fog kezdődni itt a Bátszalókon. A tanúszoda programnak kifejezetten örülünk, hiszen itt vagyunk a Tiszató mellett, hátrányos helyzetű kistérségként, és a tankerület négy iskolájának az összes tanulója jöhet majd ide ebbe a tanúszodába megtanulni úszni, hiszen itt a Tisza mellett fontos, hogy tudjanak úszni. Tehát ma már hozzátartozik Európában, minden állampolgárnak hozzátartozik az alapműveltségéhez, hogy úszni tud. Nálunk még ez egy picit, különösen a vidéki területeken ez elmaradott cipőben jár, de most meg lesz a lehetőség arra. És ugye nem csak egy tanúszodáról van szó, hanem 24 tanúszodát fognak építeni szerte az országban, és ennek az egyike itt épül meg nálunk. Ennek nagyon örülünk, bízom benne, hogy hasznára lesz a településnek, a turizmusnak, a környékbeli iskolák tanulói pedig nagy szeretettel fogják ezt használni, élvezni. Köszönjük szépen!